Góranga mindenkinek! Ma a Firebug nevezetű Firefox kiterjesztéssel fogunk megismerkedni, amit a getfirebug.com címről lehet letölteni, egyszerű telepíteni, mindig szól, hogyha jönnek a frissítések, ahogy elvárjuk. Egyébként ezektől a programoktól rendkívül jó segítség a webfejlesztésben. Ha feltelepítettük, itt alul megjelenik egy zöld kis bogyó, egy fehér pipával, ami jelzi, hogy a programocskánk harcra kész. Oké, nézzük akkor, hogy mit tud. Van itt egy weblapunk, és megnézzük, hogy akkor mit nyújt számunkra a Firebug. Először is van egy pár dolog, amit ő nézeget. Konzol, HTML, CSS, script, DOM, NET, mindegyiket végigfutjuk gyorsan. Konzol ide fogja kidobálni a hibákat, hogyha mondjuk van a JavaScriptünkben egy nem definiált függvény, vagy nem definiált változóra, akkor itt fog megjelenni, lássuk is. Azt mondja itt a JavaScript fájlunk, átírjuk a függvény nevét, így nem létezik, újra töltjük, egyből ki is dobta. Ezek a kékek jelentik a warningokat, a pirosak azok pedig a tényleges hibákat. Itt az options fülön lehet beállítani, hogy mik azok a dolgok, amikről szeretnénk jelentést kapni itt a konzolon, és mik azok, amik nem. Oké, nézzük, mondja, hogy a www.mc.collect.thumbs nevezetű dolog nincsen definiálva, egy ilyen hivatkozásunk van rá ebben a fájlban, ezen a soron. Ha rákattintunk, átmegy itt a script fűre, és akkor meg is mutatja azt a sort, ahol hivatkoztunk erre a nem létező függvényre. Oké, ezt gyorsan visszaállítjuk, hogy minden szép legyen és jó. Tehát akkor a konzol kidobálta szépen itt a hibaüzeneteket, figyelmeztetéseket, ha nem kell, akkor egy clear-rel ki tudjuk törölni, és akkor tudunk tovább menni. Aztán a HTML fül, ez elég sokat használ a dolog. Itt szépen kirajzolja nekünk a DOM-ot, le lehet nyitogatni, amiket akarunk. Hogyha fölé megyünk, akkor meg is mutatja, hogy az oldalnak melyik része az, amit az adott rész, HTML részlet leír. Ebbe annyi a különlegesség, hogy ha JavaScript-tel módosítjuk, akkor itt már a módosított HTML forrást láthatjuk, ami nagyon hasznos sokszor a debugulás folyamán. Aztán itt jobb oldalon az aktuális tabnak, mondjuk rámegyünk ide az MC Comments nevezetű divünkre, amit nem látszik, éppen mert nincsen benne tartalom, akkor itt leírja a CSS tulajdonságait, mit honnan örököl, mi az, ami kihúzással jelöli, ami felül van definiálva valahol, melyik sorba van definiálva, minden mi szemszájnak ingere. Itt a layout fülön mutatja, hogy mekkora eredetileg a maga a dobozunk, berajzolja itt a fölül itt a vonalakat, aztán itt mutatja a bordert, margint, offset, szóval minden tulajdonságát megmutatja, amire csak szükségünk lehet. Aztán itt a DOM fül, ez pedig azokat a eljárásokat mutatja, amiket el tudunk érni erre a divre vonatkozóan. Itt ebbe a fájlban nekem be van húzva a prototype és a scriptorus JavaScript library-k, és akkor itt ezeknek a függvényeit, elérhető függvényeit sorolja föl. Oké, hogyha itt visszalépegetünk a style-ra, kiválasztunk egy olyat, ami látványosabb, hogyha változtatjuk, mondjuk ezt a navilisztet. Itt ennek van mondjuk egy hate tulajdonsága, amit itt ki be tudunk kapcsolgatni, és akkor annak megfelelően itt változni is fog az érték. Hogyha akarjuk, akkor át tudjuk írni, mondjuk ezt a hate-et átírom arra, hogy background color pink, akkor szépen egyből át is változtatta a háttérszint gyönyörű szép rózsaszínre. Szóval itt a CSS hekkelés folyamán is nagyon sok segítséget nyújt. Ha valamire kíváncsi vagyunk, hogy néznek egy másik betűvel, akkor itt a style fülön nyugodtan használhatjuk, mindent át tudunk írni, egyből mindent látunk, mi változott, hogy változott.
Nagyon aranyos kis dolog. Oké, akkor erről ennyit. Ó, igen, még itt egy dolog, itt fölön mutatja, hogy hogyan jut el a domfába ehhez az elemhez, amit most éppen vizsgálunk. Tehát itt most vizsgáljuk ezt a MC Navilist idejű divet, és akkor itt fölül írja, hogy ez a HTML, gyereke a body, annak a div MC, a media center, MC body, Navilist, és így jut el ide. Oké, akkor a CSS fül, ez csak itt megmutatja magát a CSS-ünket, ami be van ágyazva. Itt le tudjuk nyitni, hogyha esetleg több CSS-t húz be a lap, akkor tudunk váltogatni közöttük, meg tudjuk nézni, hogyha itt fölvillant, mondjuk van egy szín, vagy van egy kép, amire hivatkozik, a másikban azt hiszem van kép is. Hogyha fölé megyünk, akkor megmutatja azt a képet, hogy mi az. Nagyon aranyos kis dolog. Aztán a script, ezt elég sokat szoktam használni. Mindjárt följebb húzom, hogy lássa látni itt a dolgokat. Itt ugyanígy lenyílóba megmutatja az összes behúzott scriptet. Hát ezek most főleg JavaScript fájlok. Ki lehet őket választani, egyikből át lehet kapcsolni a másikba. Mutatja, hogy akkor mi hol van. És akkor itt a jobb oldalon, itt van watch, breakpoints, ez pedig a normál debugoláshoz való. Mondjuk, hogyha fogunk és beteszünk valahova egy breakpointot, akkor ugye, hogyha futtatjuk az alkalmazásunkat, hopp, mit csinál ez itten? Igen, ez kell a reload. Azt mondja, hogyha futtatjuk, akkor szépen itt megáll. Hogyha fölé megyünk, mindegyik változónak mutatja az aktuális értékét, amit addig beállított. Itt alul, itt jobb oldalon mutatja azokat a értékeket, azokat a változókat, objektumokat, amik az adott sorban szerepelnek. De nagyon egyszerűen be tudunk állítani itt más figyelőket is. Event ilyet nem talál. Akkor kézzel mondjuk, hogyha hozzáadjuk ezt, akkor ugyanazt fogja nekünk kiadni, amit egyébként magától is adna. És akkor a normál debug módszerek itt használhatók mindenhol. Tovább lehet léptetni, le lehet venni innen a töréspontot, és akkor fut tovább szépen, és akkor végrehajtódik, aminek kell. Aztán van a DOM, amit itt az előbb már mutattam, ez ugyanaz, mint amit a HTML DOM fülébe van, a style az ugyanaz, mint amit a CSS fülbe van. Tehát én ezért általában a HTML-t használom itt, és akkor itt megváltogatok arra, amire kíváncsi vagyok éppen, amit meg akarok nézni. Aztán még egy érdekes dolog, ez a net rész, és főleg itt ez az XHR, amit én szoktam használni. Itt, hogyha Ajax alkalmazásaink vannak, akkor itt mutatja a lekéréseket, milyen paraméterekkel mentek el, milyen headereket küldött ki maga a lekérés, és mi az, ami visszajött. Ez is nagyon jó, amikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért nem működik, aminek mindenféleképp működnie kellene. Aztán, hogyha itt kérünk egy old, akkor itt pedig megmutatja, hogy mik azok a dolgok, amiket betöltött ő az oldal betöltése folyamán, melyik mennyi ideig tartott. Ez is nagyon hasznos, amikor sokszor előfordul, vagy néha előfordul, hogy programozgatunk az oldal, teker, de fogalmunk sincs, hogy miért, akkor itt egyszerűen csak meg tudjuk nézni, hogy melyik mennyi ideig tartott. Aztán még egy érdekes dolog, hogy kutyafuttában itt a konzolon nem mutattam, van egy profile nevezetű dolog, ami, aki használt már debuggert, ez többé-kevésbé mindegyikben ott van, figyeli a eseményeket, hogyha elindítjuk, hogy mik történtek, ad mindenféle jelentést, hogy miket csináltunk, annyi problémám van vele, hogy nem mindig működik, most szerencsénk volt, itt szépen mutogatja, milyen függvényhívások voltak, melyik mennyi ideig tartott, hányszor mellett meghívva, melyik behúzott JavaScript fájlunknak melyik sorában van definiálva, vagy melyik sorából lett meghívva. Szóval ez szintén hasznos, amikor keresgéljük, hogyha valami nem működik, akkor miért nem is. Nagyon jól meg lehet találni vele. Visszatérve ide a netfülre, akkor itt, ha visszalépünk az XHR-re, itt mutatja, hogy 1, 2, 3, 4 darab request volt,
melyik mennyi ideig tartott, mindegyiket külön-külön meg tudjuk nézni, milyen válaszok jöttek rá. Szóval az egész dolog nagyon szépen, nagyon jó ki van találva, mindenkinek tudom javasolni a használatát. Ajnál!